Sziasztok, ismételten köszöntök mindenkit! Ebben a videóban be fogjuk járni a Gyulai várat. Tartsatok velem! A Gyulai vár az első olyan látnivaló, mely azonnal eszébe jut bárkinek Gyula városáról. Elhelyezkedése és környezete miatt a legtöbb nyári fesztivál rendezvény helyszínűről is szolgál, és nem csak történelmi hely, hanem névadó is. A vár építését az 1400-as évek elején Maróti János Macsói bán kezdte meg. A várkápolnát 1445-ben szentelték fel, az új földesúr nevéhez fűződik a vár fala és a bejáraton belül található lakóépület, valamint a belső várat körülvevő derékvár kialakítása. A vár továbbépítése Mátyás király fiához, Korvin Jánoshoz köthető. Feltehetőleg az ő idejében 1482 és 1504 között készültek el a belső vár lakóépületei. A derékvár nyugati sarkán az ötszögletű torony helyébe korszerűbb ágyutornyot emeltetett a ma is álló rondellát. A kettős király választás után a vár többször gazdát cserélt, 1552-ben a vár királyi vár lett. 1560-ban a török veszély hatására a király Kerecsényi Lászlót bízta meg a vár vezetésével és annak megerősítésével. A vár átalakításának tervrajzát Paolo Mirandola itáliai hadmérnök készített el. A törökök 1566-ba vették be Gyula várát, majd 129 évnyi török uralom után 1695-ben a vár felszabadult. A törökök kiűzését követően a várat egy ideig a császári katonaság őrizte, de 1700-ban az aradi vár felépítése után végvári szerepe, így katonai funkciója is megszűnt. A harcok miatt elnéptelenedett területet báró Hárukern János György kapta meg. A vár funkciója megváltozott, itt működött például a levéltár, a vármegyeháza, majd a vár gazdasági funkciót is betöltött. A várárkokat feltöltötték, védműveit lerombolták. A II. Világháborút követően megkezdődött az épület állagának megóvása és helyreállítása. A vár és a vármúzeum felújítása véglegesen 2005-ben fejeződött be. A várkert egész évben színes kulturális és gasztronómiai programok helyszíne. A várban működik a Korvin János Múzeum állandó kiállítása, mely betekintést nyújt a vár életébe. A kápolna, a börtön, az éléstár, a kovácsműhely, a lakosztályok berendezési tárgyai hűen tükrözik Közép-Európa legéppebben megmaradt síkvidéki, gótikus téglavárának egykori mindennapjait. A vár a legtöbb magyarországi vártól eltérően síkterepen épült egy mocsaras, lápos terület közepén. A fehérkörös árterületén kiemelkedett egy sziget, ez az otthont a 15. század elején épült várnak. A zár téglafalat csak néhány helyen szakítják meg lőrések, de ezek nem ágyuk számára készültek. A palota részt is tovább bővítették, ekkor kapott helyet a kaputorony mellett a kápolna is. A várat 6 méter magas falszoros vette körül, amit két négyzet alaprajzú bástya is erősített.
és ha gyakorlatilag a tetején is vagyunk, innen belátni az egész várost. Nos, ennyi fért bele ebbe a videóba, találkozunk a következő adásba. Ha tetitek, akkor ti is látogassátok meg a Gyulai várat. Sziasztok, és persze ne felejtsétek el a többi videókat is megnézni.